Köszöntjük kedves nézőinket, Önök a Kommentár című magazin műsorunkat látják. Vendégem Nagy László növényorvos, a 2017-es év Agrár Embere díj birtokosa, akivel a parlagfűírtásról fogunk beszélgetni. Üdvözlöm és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én is köszöntöm a nézőket. Mit kell tudni a parlagfűről, miért ilyen veszélyes ez a növény? Hát a parlagfű, Ambrosia artemisi fólia, már a magyar nyelvbe szitokszóként épült be, nem csak a mezőgazdasági károsítása miatt, hanem a rendkívül egészségre ártalmas allergizáló hatása miatt. Magyarországra 100 évvel ezelőtt, a 20. század elején került be, és a második világháború után kezdett el felszaporodni. De az igazi elterjedése az a rendszerváltás után történt, amikor a birtok viszonyok átalakultak, ugye sok kisbirtok miatt, sok tulajdonos és rohamosan felszaporodott. A magyarországi gyomfelvételezéseknél most már kivívta az első helyet, nem csak egyet számba, gyakoriságba, hanem borítottságba is. Ugyanakkor a közegészségügyi ártalma miatt pedig szintén az első helyre került az allergiát kiváltó okok közül. Főként milyen területeken található meg a parlagfű? Hát a nevébe is benne van, hogy parlagfű, de érdekes ez a viszonyulása ennek a parlagfűnek a természetben, mert ahol nem bolygatják a területet, 3-4, esetleg 5 év után teljesen kiszorul, a meglévő gyomflóra elnyomja és kiszorítja. A parlagfű csak ott érzi jól magát, ahol kicsit bolygatva van a terület. Úgyhogy ez is egy védekezési módszer, hogyha a területünket nem bolygatjuk. Persze elég egy vakontúrás, és már is megdőlt ez az állítás, mert a parlagfű pillanatok alatt jól érzi magát, bármilyen bolygatatlan területeken. Természetesen ugye olyan helyeken fordul elő, ahol ritkábban művelik a talajt, illetve olyan területeken, szántóföldi területeken, ahol a kultúrnövény természete tulajdonsága miatt a vegyszeres gyomírtás, szelektív vegyszeres gyomírtás még nem igazán tökéletesen írtja a parlagfüvet. Így aztán a napraforgók, kukoricák, egyéb kapásnövények, tökfélék bizony-bizony nagyon sok parlagfüvet is termelnek a gyomflórába. És hogyan a leghatásosabb bírtani ezt a növényt? Hát az első legjobb módszer az, hogy gyökerestől kihúzzuk, ezt gyomlálásnak hívjuk. Felhívom a figyelmet, hogy a gyomlálás is veszélyes művelet, mert a növénynek a szára, levelei erősen szőrözöttek. Ezek a szőrök beletörnek az ember bőrébe, és ugyanolyan allergiás hatást váltanak ki, mint a pollen bejutása a szervezetbe. Tehát ajánlatos a gumikesztyű használata. És hát a kihúzás után ugye a kapálás, amivel ugyanazt a hatást tudjuk elérni, de csak akkor, hogyha a gyökerestől kapáljuk ki a parlagfüvet, mert különben képes újra hajtani. És a nagyobb területeken pedig természetesen már a kaszálás a megfelelő módszer. Ennek is van azért hátránya, hogy gyorsan megújul a parlagfű. Mert mikor lekaszáljuk, hogy egy tarlót hagyunk. A maradék szárból, amit levágtunk, az alatti szárból pedig 3-4-5-6 új hajtás fejlődik, és ezeknek a hajtások végén a porzó, a pollent adó virágok is gyorsan megjelennek.
tehát még több pollent képes termelni, mint az eredeti növény, amit bolygatatlanul hagytunk növekedni. Persze ugye nem, ha lehet úgy hagyni nyilván, annak érdekében, hogy kaszálás után ne legyen még több pollen, mert a jogszabály az jogszabály, az be kell tartani. Tehát a bimbós állapotat, a parlagfű bimbós állapotát egész vegetációs időben meg kell akadályozni. Tehát ez a kaszálás. Annyi a kaszálással járó még odafigyelés kell, hogy kétszer, háromszor, esetleg négyszer is meg kell ismételni a kaszálást, pont az elmondott okok miatt. A következő a vegyszeres gyomirtás. A vegyszeres gyomirtással csínyán kell bánni, tehát ahhoz már szakember kell, növényorvos kell, de óvatosan még házi kertben is meg lehet oldani. Egy a lényeg, hogy a korai stádiumban hatásosak a vegyszerek, a gyomirtószerek, akkor kell szabad alkalmazni. És hogyan zajlik a fárosban a parlagfűírtás? Van egy csoport is, a parlagfű kommandó. Mi az ő dolguk? Hát ez a idézőjelbe parlagfű kommandó, ez inkább a reklám helyét szolgálja. Tehát arról szól ez a történet, hogy belterületen, a városban a jegyző, a felelős növényvédelmi hatóság azt ellenőrizni, számon tartani, hogy a parlagfű ne terjedjen, ne szaporodjon fel. És erre minden évben szokott a hivatal egy ilyen parlagfűmentes napot tartani, ahol önkéntesek, mezőőrök, aktivisták közreműködésével bejárjuk a várost, és ahol észlelünk parlagfüvet, azt feljegyezzük. Természetesen majd utána a hivatalos eljárásba helyszíni szemlét végeznek, és ha ne agyisten, még akkor sem írtotta ki valaki a parlagfüvet, bizony utána jön a dádá, utána jön a bírság, és ha még az sem használ, akkor a közérdekű védekezés, ami azt jelenti, hogy az állam megelőlegezi ennek a költségét, és utána a föld tulajdonosa, ingatlan tulajdonosa fogja visszatéríteni ezeket a költségeket. Köszönjük szépen a beszélgetést és az információkat. Szívesen, máskor is. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!